jött a nagy nap, elkezdi a felkészülést László Csaba vezetésével az MTK. Milyen érzésekkel kezd neki ennek az időszaknak? Hát én jó érzéssel kezdek neki, mert már hiányzott a pálya, hiányzott minden, ami a pályát körülveszi, az öltöző hangulata, a játékosok. Ugye egy év azzal telt el, inkább, hogy irodába ültem. De a lényeg az, hogy megvan az a bizonyos druk, ami ilyenkor egy edzőben meg kell legyen. Első napok, megismerni a játékosokat személyesen, eligazítást tartani, kimenni a pályára és edzeni. Nincs sok időnk, nagyon rövid idő, és kezdődik az első Európa Liga mérkőzés, ahol szeretnénk, és kell is, hogy helyt álljunk. Ez nagyon fontos számunkra, az MTK számára, a magyar klubfutball számára, ezért nincs sok idő gondolkodni, kit hová teszünk. A lényeg az, hogy a csapatnak az öme az megmaradt, a gerinc az megvan, biztos, hogy lesznek távozók, vannak már érkezők. Ez nagyon fontos, mert azt hiszem, hogy az MTK életében az utóbbi 5-6 évben inkább távozók voltak, mint érkezők. És most jöttek vissza olyan játékosok, akik igaz, hogy MTK kötődésűek. Hát most már elmondhatjuk, a magyar futballban az itt több időben szinte csak MTK kötődésű játékosok valamilyen szinten futballoznak, ami ugye hízelgő, és azt mutatja, hogy a klubnak az akadémiája jó munkát végzett, ugyanis az első csapat is, mert azért onnan tudtak tovább lépni. És hát én úgy érzem, hogy ha rövid időn belül még tudunk egy-két játékost igazolni, az is a célunk, akkor a csapat úgy nagyjából egybe van, és az első Európa Liga mérkőzésre felkészülve tudjuk várni az ellenfelet. Ezek szerint vannak kiszemeltek, gondolom éppen a nemzetközi kupa miatt fontos lenne az, hogy minél előbb csatlakozhassanak a kerethez. Vannak és voltak kiszemeltjeink, mert volt olyan is, aki nem minket választott, de a lényeg az, hogy mindig merülnek fel olyan dolgok ez a rövid idő alatt, hogy nem tudod megoldani. Hát igazából egy hét, ami ugye a játékosok vakációja, és az idő alatt, ami eltelt, nehéz volt minden játékossal úgy beszélni, tárgyalni, ahogy mi szerettük volna, már olyan értelemben, hogy itt legyenek a klubnál, de lényegében, ami fontos volt, hogy a Vukmir meghosszabbította a szerződését, a Vas Ádám meghosszabbította a szerződését a Csiki Norberttel, ugyancsak a klub tárgyal, és reméljük, hogy és reményeim szerint marad. Ugyanúgy a Varga Szabi, mondhatjuk úgy is, hogy új igazolás, a Szatmári itt van, ismeri ő is az MTK-t. Lényegében most vannak olyan játékosok, akik tényleg újak az öltözőbe, és ez sokat számít az itteni és az itt maradt játékosoknak is, mert így érzik azt, hogy valami csak felpesdült, valami csak elindult, és ez nagyon fontos, mert az öltözői hangulat az is pesdülő kell, hogy legyen. Hát igaz, hogy most nem tavasz van, de így a nyár elején legyen egy jó tavaszias hangulat, aztán folytassuk jó mérkőzésekkel, eredményes mérkőzésekkel. Azt hiszem, hogy ez is új az MTK életében, hogy először nyáron külföldre megyünk edzőtáborba, jövő hét keddennel utazunk Ausztriába, ott eltöltünk egy hetet, ott fogunk játszani 3 barátságos mérkőzést, lényegében olyan ellenfelekkel játszunk, még akivel az Európa Ligába is találkozhatunk. Komoly feladat előtt áll tehát az új stáb, amiről ma tudhatunk meg többet, kik alkotják majd az új edzői garnitúra. Igen, a régiek közül maradt a Ciki, és hát lényegében az egész öltözői stáb, vagyis a szakmai stáb, az öltöző megváltozott. Én ugye, mint vezetőedző, váltottam a Garami Józsi bácsit, a Werner Bürger jött Németországból, vele dolgoztam együtt még a Harznál, de már én régóta ismerem őt a kölni főiskoláról, egy nagyon agilis és egy nagyon jó szakember. Dolgozott svájci csapatoknál, német labdarúgó szövetségnél.
magyar részről még képvisel minket remélhetőleg nagyon hamar egy kapusedző, meg a Vas Laci, akivel a Ferencvárosban dolgoztam együtt, és a Steven Verhaeghen, aki a fizikai felkészülésért felelős edző, aki egy nagyon-nagyon rövid ideig volt Újpesten, de én ismertem őt már Belgiumból. Belgiumban dolgozott az első osztályú klubnál, Szent Rudenben. Akkor nincs más hátra, mint a munka, amihez nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.